Jó reggelt kívánok, sziasztok! Remélem jól látszom, jól hallatszom az éterben. Online teremtés tréning 94. videó és puskázom. Hogyan tudsz levőket szerezni a Facebookon? Hú, de lerágott csont már, nem? Mégis nagyon sok levelet kapok tőletek, nagyon sok a megkeresés, hogy figyelj, van egy jó termékem, van egy jó üzletem, hogy lehetne sikeressé tenni, mi a titok, mi a titkod, hogy több ezren csatlakoznak hozzá, és hogy megy ennek a menete. Na, akkor fölteszem a kérdést, szeretnétek-e hallani a titkokat? Megígérem nektek, nem azt fogom mondani, mint eddig, tehát nem úgy fogom mondani, hanem egy nagyon egyszerű, világos dolgot szeretnék nektek mutatni, és rögtön megértitek abba a pillanatban, csak ezzel egy kicsit így dolgozgatni kell. Tehát vehetni kell először, aztán van az aratás. Szóval, hogyan tudsz találni Facebookon vevőket? Na most ez olyan érdekes dolog, hogy mindig, amikor találni szeretnél, illetve te vásárolni szeretnél, akkor nézd meg a vásárlási szokásaidat, mert másoknak is ez lesz, a vásárlási szokás. Nézd meg, hogy te mikor szeretsz vásárolni. Akkor, amikor mondják, vagy akkor, amikor szeretnél vásárolni. Ugye? Tegyük föl, hogy te szeretnél egy, mit tudom én, vásárolni egy szuper cipőt. Tudod, egy csinyi cipőt. Mert, most hölgyeknek beszélek, mert lesz egy esküvő. Na most, ilyenkor mit csinálsz? Úgy elmész a cipőboltba, nem? Tehát nem mész el a pékhez vásárolni, esetleg kenyeret, de nem cipőért mész a pékségbe, meg nem mész el a média márkba, hogy a cipőt vegyél, hanem a cipőboltba mész, hogy cipőt vegyél. Igen, de ott is melyik cipőboltba? Hát attól függ, hogy a pénztárcád ugye mit enged, meg mit szeretnél mutatni a nagy közönségnek, így körömcipő, sportcipő, tehát mondjuk bába mész, akkor nem sportcipőboltba mész, mert ott nincs körömcipő, tudtam ma, kifejezetten egy olyan boltba mész, nem? Ahol a legszuperebb cipők vannak, ahol olyan sarka van, hogyha valaki meglátja rajtad, akkor ugye elszédül tőle. Tehát szűkíted a te látásmódodat, vagy érzéseidet ebben kapcsolatban, és kifejezetten célirányosan bemész a plázába, és megkeresed azt a cipőboltot, ahol kifejezetten azt a sarkú cipőt fogod megvásárolni, amit te szeretnél, hogy majd ott csodálják a lábadat majd a férfiak. Most én humorosan azért mondom, mert sokan beküldik a vevőiket a média márkba, hogy vegyenek kenyeret. Aztán sokan beküldik a pékhez az embereket, hogy vegyenek egy jó hifi cuccot. Így idézőjelben mondom, de ez folyik az interneten. Na most, hogyha ideig eljutottatok, akkor gondolom, hogy tudjátok, hogy célpiacnak kell kommunikálni, réspiacnak, így mondja a révmester, réspiacnak kell kommunikálni, hogy egyáltalán tudják, hogy nálad lehet kapni. Na most, valamit. Na most, igen, tudni kell, hogy te egyáltalán árulsz valamit. Tehát ugye a tegnapi videót, ha néztétek, akkor láttátok, hogy hát ugye ahhoz, hogy elfogadjanak téged, hogy mit ajánlasz, ismerni kell tégedet, sőt, még az ismertségen felül bizalmat is kell, hogy kiharcolj magadnak. Na, erre varrott a gombot. Hogyan megy ez gyakorlatban? Elmondom nektek lazán. Tehát sok embert látom, hogy annyira görcsösen próbálná az alapokat lerakni, hogy a lazaság eltűnik. Az emberek nem szeretik a sablonos embereket. Annyi sablonos emberre találkoznak ilyen kocka emberekkel, hogy ugye bevennek a hivatalokba, az önkormányzatokhoz, a rendőrség kimegy, meg mit tudom én, tehát ilyen csomó ilyen nem laza emberre találkoznak. Bár én találkoztam már laza rendőrre, nagyon jó pofa rendőr, és nem is büntetett meg, nagyon jó beszélgettünk, de nem ez a megszokott dolog. A lényeg az, hogy ezt könnyedén játszva kell csinálni, mert akkor az emberek azt mondják, hogy hú, ez az, amit én keresek. Ha hiszitek, ha nem, ez így van. Engem sokan elítélnek azért, hogy ilyen bohókásan adom elő a dolgokat. Hát én ilyen buhókás embereket vonzok magam köré, csak nézzétek meg a munkatársaimat, egyszer egyik, egy se
normális, mert én sem vagyok az, tehát most az idézőjelben a normálisság, de mégis mi egy, úgy hívjuk föl magunkra a figyelmet, hogy ilyen lazán adjuk elő a dolgokat. Szóval legyél laza. Lehetsz nagyon ilyen konzervatív is, csak akkor ne lepődj meg, hogy ilyen konzervatív embereket fogsz magad mellé vonzani, és akkor ők is konzervatív embereket, és akkor mindenki ilyen kocka fejű, és akkor majd elkezdenek a kérdésekre, a válasz, hogyha részletekbe emeled a szóval lassítok, olyan embereket kell bevonzanod, mint te vagy. Most ezért ismertéke tenni magad. A tegnapi videót ajánlom mindenkinek, mert részletesen elmagyarázom, hogyan tudsz ismerté válni jó irányba, hogyan tudod megszerezni a bizalmat. De a legelső, és most elővetitek a jegyzett füzetet, a legelső az, hogy te fölhívd magadra a figyelmet. Na most azért ne úgy hívd fel magadra a figyelmet, mint az éjjelnapban Budapestben a Lali, hogy kiáll mesztelen a sarokra, és akkor hirdetgeti, hogy ő ilyen sztárzenész. Tehát azért ne menjetek bele ilyen túlzásba, hanem értéket kell adni. Na most nem kifejezetten pénzügyi értéket, hanem megoldáscentrikus dolgokat kell adni. Megoldáscentrikus dolgokat kell adni majd. Azért mondom, hogy majd, mert először nem adhatsz el az interneten, sőt, nem a Facebookon, mert meg fognak utálni. Ez olyan, mint hogyha elmennél egy ilyen házi buliba, és fölállná az asztalra, és mondanád, hogy aranyórát vegyenek, mert én aranyóra árus vagyok, és így fölhúznád így az ujjadat, és akkor sok-sok-sok aranyóra ott van, és akkor szerintetek mi lenne? Hát úgy szépen úgy letessékelnének az asztalról, de lehet, hogy oda menni egy jó képű fiatalra, jó hókon vágnak. Tehát valami ilyesmi történik akkor, amikor valaki elkezd orribálni, hogy én nekem ez a legjobb üzletem. Tehát első és legfontosabb dolog, ugye ismerté válj, és a bizalmi híd. Na most itt megállok egy picit, mert nem akarom a tegnapi adást ismételni, viszont azt ajánlom mindenkinek, hogy mielőtt megtanulná, hogy kell ezt csinálni, kezdjen el figyelni embereket, hogy ők hogy csinálják. Megmondom őszintén neked, hogy ahelyett, hogy én elmennék, bár nem bírom ki, és néha elmegyek ilyen tanfolyamokra, inkább megnézem azokat, akik élőben csinálják. Akik kint vannak a harctéren, és sikeresek. Hogy hogyan adják el az ő dolgaikat, és nekem semmilyen más dolgom nincsen, csak lemodellezni őket. Nagyon egyszerű. Ennél egyszerű dolgot nem tudok elképzelni, mert nem nekem kell kitalálni. Hogy leülsz, és akkor emlékszem, Ács Zoli mondta mindig, hogy most jó, nem is Ács Zoli, hanem valamilyen Péternek hívták. Nem tudom, már együtt dolgoztunk, a nevekkel mindig bajba vagyok. Szóval azt mondta Péter, most így jó erősen leülsz, és így gondolkozol azon, ahelyett, hogy megnézni, hogy mások hogy csinálják. Ez olyan, mintha meg akarná tanulni a harcművészeteket, és akkor mondjuk kinézzen magadnak egy ilyen tajcsi tanfolyamot, és akkor melyik egyszerűbb, hogy egy mester háta mögé állni, és akkor nézni, hogy ő hogy csinálja ezeket a gyakorlatokat. Vagy úgy kitalálod magadnak, hogy hát igen, ez az energia áramlás, ez az egész jó dolog, mert így elkezdem így csinálni, hát egy kicsit így csinálom, akkor biztos, hogy jó lesz, meg úgy tudod, így elkezded ez. Most mondok egy humoros dolgot, a szexet se lehet így kitalálni magadtól, egyébként jön magától az embernek, de egyszerűbb az lemodellezni, nem megvizelő oktató filmet, az puf, már képbe is vagy. Persze nem biztatlak benneteket erre, de mégis valami hasonló. Ez is egy technika, egyébként így be kell szúrni néha ilyen jó kis dolgokat, mert így az emberek fölébrednek, amikor már hallgatnak téged. Szóval bombázlak itt a technikával benneteket. Gondolom Marian, ő nagyon nevet most ezt már én is, akkor spoiler meg, sziasztok, nézem, itt van Valéria is. Ha hívjatok már be még embereket, nem keresem, hogy most nem promoztam meg ezt a tréninget. Néha én is elfelejtem, mert azt hiszem, hogy milyen népszerűek vagyunk, és hogy gyorsan jönnek az emberek. Nem, ezt fönn kell tartani folyamatosan. Na szóval, visszatérve komoly dolgokról, kicsit nehéz így komolynak lennem, mert egy csomó jó dolog történik most velem, aztán
így izgatott vagyok, mert ma nagyszerű nap van megint. Szóval, hogyan tudsz vevőket találni a Facebookon? És persze Instagramon, YouTube-on, stb. Ugyanaz a verzió. Szóval, ugye csoportmarketinget sokszor meséltem nektek egyébként, ajánlom a Gazdag Mamit. Én nincs anyagi érdekünk egymással, de nem szeretem a videóit. Fölmentek, beütítek a YouTube-ra, hogy Gazdag Mami, és hogyan találsz Facebookon vevőket, címet beütöd még, jó keresőoptimalizáló van, és szenzációs videót fogsz találni, nemrégen feleztem én is fel őket. Nézzétek meg, helyettem elmondják egyébként, nagyon jó. Én most nem ezt akarom ismételni, hogy most hogy csinálsz a közösségi oldalakat, mert erről már rengeteget meséltem, hanem egy nagyon egyszerű technikát. Kinéztem magamnak egy pár szuperembert, általam nagyon jó embernek tartott embereket, és megnéztem, hogy ők hogy marketingelnek. És elkezdtem konvertálni a saját termékeimet, és ragyogók az eredmények. Következő. Szabó Péter neve. Biztos ismerős. Most nem azt akarom mondani, hogy most egyet értsé a Péterre, vagy ne értsé egyet, vagy bírád, tehát ne így, mert ugye ő is egy megosztó, hanem hogy nézd meg, hogy ő hogy marketingezik a Facebookon. Nézd meg, mit csinál. Iratkozz fel az oldalára, és csináld azt, hogy a legelső legyen a hírfolyamba, akit meglátsz. Egyébként jól fogtok járni, mert nagyon jó dolgokat fog megosztani, inspirál egész nap benneteket. Sokan az a vélemény, hogy a Pétertől, hogy már túlságosan sok pozitív lapos elemet is eszik, és nagyon-nagyon pozitív. Nem ez a lényeg, hanem hogy marketing ez. Na nézzük. Ugye most azt mutattam, hogy a Péter hogy marketingezik, és próbáld lemodellezni majd őt, és átkonvertálni a te termékedet, vagy szolgáltatásodat hasonlóan, mint a Péter. És egyből meg fogsz világosodni, hogy jó Isten, ez ennyire egyszerű. Na, következő. Nézzük, bontsuk szét Péterünket, remélem nem fog megharagudni, hogy ő neki mi a marketingje. Ugye Péter előállt egy szenzációs ötlettel, ki akart ugrani az emeletről, mert elegele volt a világból. És ahelyett, hogy kiugrott volna ugye a nem tudom, hanyadik emeletről, a háztetőről, hogy hirtelen jött egy ötlete, hogy mi lenne, hogy ezt a sztorit eladja, és egy megoldás-centrikus életmóddá változtatná az ő életét. Mit csinált? Hirtelen egy megvilágosodást következett be, és rájött arra, hogy neki semmi más nem kell csinálni, csak elhozni a Brian Tracy oktatásokat, magyarra átalakítva, meg egészen Brian Tracy-t is személyesen elhozni, jó megmarketingelni, elvinni a Budapest sportcsarnokba, eladni egy csomó jegyet, írni erről könyveket, csinálni egy Guruló Egyetem című ilyen termékcsaládot, ugye ez az ő terméke, és ezt egy jó háttérmarketinggel promotálni. Figyeljetek ide, mert ennek nagy szerepe van a promóciónak, a következő gondolatoknál majd, meg a munkában a promóciónak. Ezt így írjátok föl pirossal majd, mert erről egy külön képzés is csinálunk, mert egy promóció, mert a legjobb promotálás, az ajánlás a legjobb reklám. Szóval ott van Péterünk, hogy van egy jó terméke. Egy ötlet, és átfordította ezt egy termékbe. Oké, ez mind szép meg jó, de el kell juttatni az emberekhez. És mit csinál a Péter? Elkezdi promotálni. Ki kellett neki állni az emberek elé, és először ugye a nappaliába, aztán ugye egyre nagyobb tömegek elé, csak úgy, hogy el tudja mondani az ő érzéseit, a gondolatait. Péter nem foglalkozott azzal, hogy mit szólnak emberek, hanem egyszerűen egy indítatása volt belülről, egy belső indítatás, hogy ő nyomja ki fel a belső gondolatait. Egyre több, úgymond rajongója, követője lett, és kialakult egy rajongói tábor, akinek lehetett ajánlani termékeket.
kialakult egy rajongói tábor, fölhívta magára a figyelmet, hogy ő rendelkezik egy csomó ötlettel, ami megváltoztathatja az életeteket, és ott voltak a termékek, fizikális termékek, a könyvek, először persze csak egy, aztán egyre több, de ezt hol lehet eladni, kinek lehet eladni? Hát különböző ilyen közösségi házakba, ifjúsági házakba, ugye először, meg ugye kisebb közösségekben, még akkor nem volt internet, meg semmilyen ilyen megmozdulás, utána jött a webáruház, meg egy csomó dolog, vagy párhuzamosan már nem is tudom, a lényeg az, hogy kialakult a termék, meg kialakult az ötletből, ugye, hogy fölhívta magára a figyelmet. Azért mondom ilyen lassan, hogy próbálj konvertáló üzemmódba, hogy ott van neked is oké egy ötlet, beleregisztrálta egy üzletbe, ugyanúgy, mint a Péter, ezt el kell juttatni az emberekhez, hogy ez a termék, és neked a folyamatot kell megmutatni. Most lehet, hogy neked nincs saját terméked, mint a Péternek, de egy ötletet, hogy mondjuk miért voltál kereső fázisba, mi volt az a momentum, ami alapján te beregisztráltál egy adott üzletbe, hogyan jutottál el a termék vásárlásig, vagy a szolgáltatás vásárlásig, mondjuk egy portfóliót, hogy megvásároltál, a miérteket tudod ugye közvetíteni az emberek fele. Ugyanúgy, hogy a Péter elmondta, hogy másképp kell gondolkozni ahhoz, hogy elinduljon az életünk, a hiedelemrendszereket egy picit lentebb kell rakni, és átkonvertálni, és erre nagyon jó segítsége volt, nem ő találta ezt ki, Brian Tracy. Az egy dolog, hogy a Brian Tracy-nek az anyagaiból kezdett elő tanulni, még akkor nem tudott angolul, de jött egy motiváció, hogy oké, akkor megtanulok angolul, meg egy csomó olyan embert segítségül hívott, akik már profi fordítók voltak, gondolom én, hogy biztos így volt, és elkezdte azt az ötletet lekonvertálni magyarra. Na most megállok egy picit. Mindig magamra vetítem ilyenkor a dolgokat, mert én ugyanezt csináltam. Rájöttem arra, hogy van egy igény az embereknek, hogy online dolgozzanak, valamilyen terméket vagy szolgáltatást tudjanak értékesíteni. Kerestem egy olyan mestert, aki ugyanolyan problémával küzdött, mint nagyon sokan networkerek, hogy hogyan adják el az árukészletet, vagy a szolgáltatást az interneten, és ez a srác, ez megtalálta. Aztán én rátaláltam az ő anyagaira, mert jó volt ugye a vonzás marketingje, tehát valahogy rátaláltam, ez azért volt valahogy, mert egyszerűen oda tette elében a kereső optimalizáló, hogy amikor beütöttem a Google-ba, hogy hogyan tudok online pénzt keresni, és kiadta ezt a videót. Megnéztem, és azt mondtam, hogy ez pontosan arról beszél, mint az én problémám, de angolul mondja, mi lenne, ha kicsit lemodelleznénk Szabó Pétert, mondjuk nem Brian Tracy-t modellezzük le most, hanem magát a mestert, a két dévet, és elkezdtük lefordítani, lefordítatni emberekkel, ugye Lakos Józsi barátom elkezdte lefordítani az anyagokat. Mit csináltunk? Nem mi találtuk ki a frankót, hanem az az ember, aki keresztül ment már a folyamaton, és minden egyes olyat, ami nem működött, kihagyott belőle, és végigvitte a folyamatot, és sikert ért el. Hát mondom, ez nagyon frankó, fordítsátok le az anyagokat, mi meg elmondjuk magyarul. És akkor ugyanígy kezdte el az Ágy Zoli is elmondani az ő verziójából, megcsinált ugye Zoli is a saját könyvét ebből, ami szenzációs lett szerintem, ajánlom mindannyiótoknak, illetve én is elkezdtem mondani, hogy én mit profitáltam, illetve én is hogy csináltam gyakorlatban, hogy építettem föl több 1000 főnél, 2000 főnél nagyobb hálózatot, mert alkalmaztam ugyanazokat a lépéseket, mint amit a mester. Semmi más nem csináltunk. Semmi más nem csináltunk. És a sikeres emberek ugyanezt csinálják. Nem találják ki a spanyol viaszt. A spanyol viasz magától fog jönni, mert lehet jobbat csinálni az alaptermékből. Tehát szerintem most a Péter jobbat csinált, mint a Brian Amerikába, legalábbis nem az, hogy jobbat, hanem rövidebb idő alatt
el tudta vinni a hírt egy olyan népnek, aki nagyon kukacos. Ugye valljuk be, ezért a magyar az azért az elég szkeptikus, meg kukacos. Az amerikai az nagyon lelkes tud lenni, és nagyon gyorsan vevő az ilyen sikerkönyvekre, sikertrémingekre. A magyar az mindenbe beleköt. És mégis sikerre tudta vinni. Az eredmény kétszer meg tudta tölteni, azt hiszem, vagy látom, mert háromszor, nem tudom megkövetni a Pétert, a Budapest sportcsarnokot, vagy a Papászló sportarénát. Azért az ott 10 000 ember. Gondoljátok el, 10 000 ember befizeti azt a, nem tudom mennyi, egy ilyen tanfolyam, vagy egy kurzus, 20 000 forint körül van, abban már úgy lehet elindulni. És lehet duplikálni, meg lehet pénzt csinálni. Látjátok, egy ötletből, hogy ne ugorjak le a tetőről, hogyan lehet milliómossá válni. Úgy, hogy még szolgáljam is, szeretettel, tisztelettel, alázattal az emberek. Nekünk, neked, nekem, ugyanezt kell csinálni, először kicsibe és egyre nagyobba. Megállok egy pillanatra. Nézzétek meg, hogy ugye, tehát először is ki kell választanod egy olyan céget, ami köré hasonlóan te ugyanezt rá, tehát ezt a technikát bárhol rá tudod építeni. Bárhova. És nézd meg, hogy a te céged miből tud fizetni. Mi az a termék vagy szolgáltatás, amiből pénz van? Mi az a fázis, amire föl tudod hívni a figyelmet? És hogyan tudsz A-ból a B-be eljutni? A-ból a B-be, írjátok föl, csöpögtetve lehet eljutni. Ezt már sokszor mondtam, de azért mondom, hogy így égjen be az agyatokban, nekem is így egy másik házatépítőtől tanultam meg. Ezt a csöpögtetős technikát. Azért jó több mestert figyelni, hogy ők hogy dolgoznak, és ezért jó hiteles mestereket figyelni, nem akik csak úgy írják a könyveket, és akkor ők nem is csinálják, tehát azért mondom, hogy azért ezt óvatosba kell ugye figyelni, de maga a csöpögtetés, ez nagyon fontos a Facebook marketingben. Tehát hangsúlyozom, nem mehetsz oda, hogy én aranyórát árulok, és akkor össze-vissza föl mindenhol kiteszed, hanem szimpatikussá kell válni, figyeljetek, szimpatikussá kell válni egy bizonyos réspiacnak. Azért mondom, hogy ne tévesszétek össze azzal, hogy azt hiszitek, hogy csinálsz egy videót, vagy egy ilyen csoportot, ez mindenkinek szimpatikus lesz. Sőt, nagyon nem lesz szimpatikus egy pár ember. Sőt, elmondom nektek, hogy nagyon-nagyon jó megosztónak kell lenni, és ez a jó. Csak nézzétek meg, visszatér a Szabó Péterre, hogy hányan lefikázzák a Pétert. Hogy jaj, de pozitív, meg jaj, de akármi, meg Hello Tolman tőle, meg különben is egy pajáca, meg ilyeneket írnak a Péterről. De egy réteg meg követi őt, és nagyon sokan az életüket köszönhetik neki. És úgy mondom, nagyon-nagyon sokan. Van olyan nyugdíjas, én ismerek, aki ahelyett, hogy beszedett volna egy csomó gyógyszert, most mindenhol ott van a Péter tréningén, és alakított ki magának egy olyan Facebook csoportot, közösséget, egyre jobban növekvő Facebook közösséget, ahol mutatja, hogy van még élet nyugdíj után is. Csak mondok egy ötletet, ugye lehet csinálni Facebook csoportot, van még élet a nyugdíj után is. Ezt így írjátok le, aki ott van már, vagy el is haladta a nyugdíjkorra, tehát csináltak ilyen csoportot. Meg fogtok döbbenni, hogy mennyien fognak benneteket követni, meg szeretni, mert ha jó dolgokat mondasz, és tényleg éled a nyugdíjasok jó életét, akkor meg fogsz döbbenni, hogy mennyien fognak szeretni. Csak úgy mondom, hogy az ötleteket. Aztán lehet olyan, hogy van még élet 40 év után is, vagy van még élet 50 év után is, vagy 60-70-80 év után is, találjatok már ki olyan fölhívó, figyelemfelkeltő csoportokat, amit egyszerűen az emberek akarjanak követni. Na most megint egy picit lassítok, mert hogy túl gyors a dolog, sőt, jelezzetek is vissza, hogyha esetleg, hogy valami kérdés van, közben kikukkantok már, oké, csak köszönnek a
törzs emberek, akik itt ráérnek 9 órakor engem figyelni. Szóval visszatérve, ugye le kell modellezni egy emberkét, vagy akár többet is, hogy ők hogy csinálják. És nagyon fontos, kezd el csinálni. Na most a csöpögtetést azért mondom, hogy kezdj el számozott bejegyzéseket. Hogyha annyira herogod van a videózástól, akkor írjál, de mindig visszatérek arra, hogy sokkal egyszerűbb így kamerába elmondani a dolgokat. Megállok egy picit itt a kamerás történetnél, mert muszáj megállnom. Van-e köztetek valaki, akinek problémája van ezzel? Őszintén, nekem is volt. Mert akkor megmondom, hogy mi van itt. Tehát, hogyha odaírod, hogy hát igen, még küszködök ezzel, de már próbálkozok, vagy egyszerre herótod van még, hogy most megszólalj, vagy bármi. Nézd mögé a dolgoknak. Mi lehet a probléma? Amikor ajánlod mondjuk offline a te üzletedet, akkor úgy, hogy is mutassam, akkor úgy ajánlod, hogy tudod így, hogy eltakarod magadat, és akkor nekem van egy nagyon jó üzletem, és akkor így, mert körülbelül ez van, hogyha te nem vállalod az arcodat. Vagy annyi sok minden rosszat tettél a módba, hogy örülsz, hogyha nem találnak meg, előfordulhat, ilyen is, de ez nem az a megszokott. Én biztosan tudom, hogy te nem csinált olyan rosszat, amiért most neked bujkálnod kellene. Tehát most nem a bűnöző kategóriában vagytok biztos. De akkor mi lehet a háttérben? Mi az, amiért nem merik az emberek fölvállalni magukat? Nem tetszel magadnak? Hát, akkor próbáld megszeretni magad. És akkor hogyan? Hát most nem térek ki erre, de így próbálgassad egy kicsit úgy azt a tükörben visszanéző, vagy a kamerából visszanéző emberként valamilyen szinten az úgy megkedvelni, mert még van egy picike idő, sőt, elég sok idő, és ezzel az emberrel, aki a kamerából visszanéz, együtt kell élned. Ha tetszik, ha nem. Az állandó nem fog sose úgy fölkelni, hogy hopp, hirtelen így teljesen más, ilyen Brad Pitt néz vissza, mondjuk, mert éppen te azt szereted, de válhatsz olyanná, vagy hasonlóvá tudsz válni, mint a Brad Pitt, hogyha neked az a zsáner, vagy ugyanúgy hölgyek, mint mondjuk Angelina Jolie-ként szeretni, mert nem vagy éppen megelégedve, mert egy kicsit jobban folyik a kamera előtt így a hurkát. Na és akkor mi van? Képzeljétek el, egy csomó temperamentumos, igazi, dögös csajt fogsz magad köré, amilyen mondjuk te vagy, egy temperamentus, mondjuk kicsit molett vagy, és egy csomó ilyen kicsit molett emberkét fogsz magad köré vonzani. Vagy az se baj, itt kérdezik, ha duci vagy. Szeresd meg azt a duci emberkét, aki ott van a kamera mögött, fogadd el, hogy most az olyan, és észreveszed, egy csomó olyan ember fog, én duci emberke, jópofa duci ember, tehát mindig olyan, amilyen te vagy, olyan fog téged követni, és amikor te tudsz adni egy megoldást, akkor ők is ilyen megoldó emberekké tudnak válni, és észreveszed, hogy egyre több megrendelés fog születni a hálózatokba. Ebbe belegondoltatok már? Tehát csak azért mondom, ez ilyen zárójelben, hogy ugye a kamera fóbiásoknak mondom, hogy nem kellett ettől félni, nem fog harapni senki se, egy csomóan fognak kritizálni, és akkor mi van, ha? Mi van akkor, hogyha téged kritizálnak? Mindig az ego az, ami belevarjál. Tehát ezért kell megismerni, ugye a teremtés tréning az arról szól, hogy nem csak a pénzről beszélünk, hanem ugye magáról a, nem talán a fóliának. Elrakom, itt a nagy áldozatom. Tehát amikor ugye a Facebookról beszélek, vagy a teremtés különböző fajtáiról, mindig ez visszaköszön, hogy ugye azért az egészségépítése, vagy a, mondhatnám azt itt ehelyett, hogy a saját imidzsednek az építését, először neked saját magadnak elfogadtatnod magaddal, de hát itt ennek az a lényege, hogy csak akkor tudsz a Facebookon olyan közösséget létrehozni, aki majd vásárol is tőled, hát ő ugye az első, akinek el kell adnod ezt az egészet, a saját magad.
Szóval elkezded modellezni mondjuk a Szabó Pétert. Ugye A-ból a B-be a Péter hogy jutott el, te is úgy tudsz eljutni, csak konvertáld át a saját ugye, termékedre vagy szolgáltatásodra. Na most érdekes ám az, amikor én úgy néztem például a Dave Sharpékat, hogy ők hogy adják el például az oktatás csomagokat. Vagy mondok egy magyar ember, például a Villás Béla, hogy ő hogyan marketingeli az ő termékét. Ugye Bélának a terméke az a fizetős tréningei. Ugye megint ott van, hogy van egy termék, a fizetős termék, van a Béla, aki fölhívja magára a figyelmet, értéket ad, mert az ingyenes videóikban fantasztikus és hatalmas értéket ad. Közben mondja, hogy mindig mondja, hogy engedjétek meg, hogy reklámozok egy kicsit magunkat, és akkor elmondja, hogy ő milyen tréningeket hol, milyen városba, milyen országban hol tart, és annak meg ennyi az ára. És kész. Tehát kimondja Kevek Perec, hogy az annyiba kerül. És az emberek, voltatok már ilyen tréningén, tódolnak. Egyszerűen olyan sorállás van, hogy alig-alig lehet bejutni. Pedig azért nem egy olcsó boltság, egy ilyen tréning. De hát csak azok az emberek mennek oda, akik az ingyenes tréningeket először megnézték. Megismerték, hogy ki a Béla, tudtak vele azonosulni. Ő nem a nem emberek mentek el hozzá, hanem az igen emberek. És akkor sorba álltak, és akkor megvették az ő termékét. Elvégezték a tanfolyamokat, aztán egyre több embernek elcsacsogták, hogy milyen jó, ráadásul eredményt értek el az emberek különböző területeken, szenzációs eredményeket egyébként, és akkor jöttek az újabbnál újabb vásárlók. Nem kellene már például Bélának marketingelni, csak egy igazi jó marketer, az azt csinálja, ami a szívéből jön, és ezt egyszerűen nem lehet abba hagyni. Én se tudom abba hagyni, bár néha próbálgatom, hogy most eltűnök egy-két-három hónapra, de valahogy mindig, valamikor azt mondom, hogy nem csinálok videót, és így négy videó egy nap is kikerül így a kezem közül, azért, mert az utadon, ha utadon vagy, én úgy érzem, hogy az utamon vagyok, akkor ez nem erőszak már, ez egy jó dolog, és jó az embereket szolgálni. Értétek? Ott is így próbálj konvertálni, hogy bennem vagy az üzletben, oké, mire ad ez megoldást, van-e olyan ember, akit ezt érdekelni fog, és fölhívom rá magamra a figyelmet, és akkor megmutatom, hogy mi a megoldás, nekem mi a jó ebből. Na most, sok időt el kell tölteni azzal, hogy megismerjenek benneteket. Ez a meló benne egyébként. Tehát hangsúlyozom, nem rögtön ajánlod a termékeket, hanem föl kell magadra hívni a figyelmet. Na most itt van az, hogy hogyan. Na most megállok egy picit, és mindig mondom nektek, hogy írjatok egy csomó dolgot össze, amihez értetek. Ebből nincs, hogy nincs érte semmihez. Hölgyek nagyon jól értenek a kézi munkákhoz, a különböző receptekhez, akkor mihez értenek a hölgyek? Mindenhez, a szüléshez például, akkor nagyon-nagyon értenek az, hogy például a kismama az hogy tud profin megoldani, mondjuk időgazdálkodást, csak így mondom, mert látom, hogy mennyi ilyen kismama klub van, és egymásnak hogy segítenek, akár ha belázasodik egy kisgyerek. Ez valamilyen témát, amihez te értesz, és esetleg a szakértőjévé tudsz válni, ilyen csoportot tudsz létrehozni. Azért mondom ilyen szájbarágosan ezt, mert én mindig kérdezitek, hogy jó, oké, de találjunk már ki valami nevet a csoportnak. Hát én nem tudok kitalálni, neked az így lelkesedésből fog jönni. Most miért van erre szükség? Mindig kérdezitek, hogy hát ott van az üzlet, azt kéne ajánlani, és akkor hogy jut el az üzletig az én értékemből? Hát úgy, hogy a bizalmi hit és a figyelemfelkeltés a legelső, amit meg kell szerezzél. Ezt úgy kell megszerezni, hogy nem ugye nem megmondó vagy, hanem elmondod a te nézőpontodat egy bizonyos dologról. Itt nagy betűvel
kiírtam a jegyzetbe a nézőpontokat. És így írjátok ti is ki magatoknak, hogy tulajdonképpen nézőpontokat kell kommunikálni az emberek fele, és nem az a cél, hogy veled egyet értsenek emberek, mert úgy nem az a cél, hogy nem minden ember értsen egyet, hanem egy bizonyos réteg, mert neked arra a bizonyos rétegre van szükséged. Ezt remélem értitek. Ezért ugye a promóció művészeténél, vagy a posztolás művészeténél nem az a lényeg, hogy te olyan dolgokat tegyél ki, aki mindenki egyetért ezzel, hanem hogy valamilyen reakciót kiváltsál emberekből. Például mondok egy érdekes témát, ugye én most gratuláltam a Márko barátomnak, aki először magyar bajnok lett, utána világbajnok, ugye múlt héten Csehországba, testépítőbe, naturál testépítésbe. Kitettem a Márkónak a fotóját, tényleg szívemből gratuláltam neki, tényleg el is vittem egy kinyomtatott fotót. De képzeljétek el, hogy azt vettem észre, hogy én kitettem ezt a fotót, és elkezdtek rá jönni kommentek. Hangsúlyozom, tök mindegy, milyen kommentek jönnek rá. Persze most elég jó és sok jó komment jött, de volt benne egy pár olyan ilyen szurkálódásos komment is. Hogy hát ez biztos nem lehet így, mert Schwarzenegger is a 30 év után derült ki, hogy ő egy kokszolt. Ugye? És akkor nagyon érdekes ez a dolog, mert ugye ő is nézőpontot mutat, az ő nézőpontját, hogy biztos, hogy akkor a Márko is kokszolt. És ugye Márko nem kezdett el vitatkozni vele, hanem egyszer csak annyit mondott, és lehetett a srácta nagyon tanulni, legyen meg a te nézőpontod. Megengedte neki, hogy őt fikázza. Figyeljétek ezt a hozzáállást, csak így beszórom nektek érdekességképpen. De nézőpontok. Vagy például kitettem egy olyat, hogy léci, ne üldözzetek semmilyen üzlettel. És oda is jöttek különböző kommentek. És van, aki azt mondta, hogy hát én ezzel nem értek egyet, mert akkor mi sem lennénk a csapatodba. Bár én nem kerestem senkit üzlete, csak mondtam, hogy én ezt csinálom. Aztán valaki odaírta, hogy én meg veled nem értek egyet, aki azt hitte, hogy nem. Tehát elkezdett élni az egész poszt. Ennek az a lényege, hogy írjanak hozzá emberek különböző posztokat. A Szabó Péternél is ezt lehet látni. Egy páran írnak pozitív posztot, egy páran úgy észre lehet venni, hogy egy negatívat is írnak. De nem az a lényeg, hanem engedd meg az embereknek, hogy nézőpontjaikat osszák meg, és ne menj bele sose vitatkozásba. Esetleg annyit csinálsz, hogy még gerjezd a tüzet, hogy kérdezz. Hogy tényleg, igen, tényleg kokszolt a világbajnokunk, de egyébként nem. És akkor ő meg ráír valamit, ennek az a lényege, hogy egy nagyon komoly forgalom kezd kialakulni azon a poszton. És soha ne felejtjétek el, hogy az emberek nem hülyék. Nem azt nézik, hogy te, neked igazad van-e vagy nem, hanem tudjátok, mit néznek, hogy te hogy reagálsz az adott szituációra. Én mindig azt szoktam odaírni, hogy hát ez is egy nézőpont. Ugye access consciousness, technika. Ez is egy nézőpont. Ezt így lopjátok el tőlem, mert ahelyett, hogy nekiállnál vitatkozni, kérdezz inkább, hogy tényleg így gondolod? Miért gondolod így? És akkor elkezd írni, nem baj az, a negatív kommenteket ír, mert igazán ő saját magát fogja például lejáratni mások előtt, hogyha ő tényleg ilyen negatív kommenteket ír. De ez már nem a te feladatod, hogy ezt megítéld. A lényege itt ennek az egésznek az, ezt muszáj ezeket elmondani, mert sokan nem értik ezt, hogy a lényege, hogy egyre látogatottabb, egyre jobban generáltabb legyen az a poszt, mert a Facebook az azt fogja nézni, az nem nézi, hogy negatív vagy pozitív kommentet kaptál, akár csoportban, akár személyes oldaladon, hanem egyszerűen él az az oldal, és most képzeljétek el, aki hozzáír, vagy esetleg lájkolja, vagy megosztja, az a következő beírásodnak nagy esélye, vagy látni fogja. Ezt nem tudom, tudtátok-e? Mert az a baj, hogy sokan azt hiszik, hogy jaj, Vili, hát én csináltam egy videót, kitettem, és
És nincs semmi reakció rá. Hát azért nincs, mert nem irányítottál rá forgalmat, nem indult el egy ilyen energia azon a poszton, és hát hogyha most képzeljétek el, csak így gondoljatok bele, ha mindent mutatna a Facebook, akkor olyan gyors lenne az hírfolyam, hogy trrr, nem látnátok semmit se, hanem így csak azt tudja mutatni a Facebook, amire rá lájkoltál, vagy meg is osztottad. Mert akkor azt hiszi, hogy az a témakör téged érdekel. Értitek ezt? Ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsétek. És hogyha fölhívod magadra a figyelmet, olyan dolgokat osztasz meg, amire elkezdenek az emberek reagálni, látogatott lesz a posztod, onnantól kezdve elkezd élni energia, így mondja a mester, energiát kell beletenni az adott posztbejegyzésbe, és így megy át a csoportba is az energia. Na most, amikor ugye az érdeklődés felkeltés, a bizalom kialakult, akkor ugye meg kell tölteni tartalommal a csoportokat, és ugye át kell irányítani, és a forgalomirányítás művészete, át kell irányítani egy szűkebb célcsoportba az embereknek egy részét, akik majd vásárlók lesznek. Tehát az első az mindig az érdeklődőknek a tábora, és abból átirányítani a vásárlók táborába. Még tulajdonképpen a vásárlók táborában is nem kifejezett eladás megy, csak már közelebb vagy az eladáshoz. Mert ugye azoknak az embereknek kommunikálsz, akik érdeklődtek azon a bizonyos termék vagy szolgáltatás iránt. Nálam ez gyakorlatban úgy megy, hogy ugye elindítottam a csoportot online teremtés témakörbe, te, aki hallgatod ezt a videót, te azok közé tartozol, akit úgy érdekel ez a témakör. Érdekel ez a négy fajta dolog, mondjuk. Vagy ebből valamelyik. Nekem a célom, ugye, ez egy értékesítési csatornának egy része, a célom, hogy minél hamarabb ugye ebbe a csoportba kerülj mondjuk te be. De én nem mondhatom, hogy te szeressed a pénzt. Meg nem mondhatom, hogy te úgy keresd a pénzt, ahogy én, hanem jó tartalmakat kell megosztanom, egy idő után köztetek kialakul egy pár olyan ember, aki egyezik az én véleményemmel a pénzkereseti lehetőséggel. Marad egy csomó olyan ember, aki meg nem ért egyet, de viszont egyetért mondjuk az egészség területén. És azért maradnak ebben a csoportban. Lesznek olyanok is, akik egyáltalán nem értenek ezzel a filozófiával egyet, és akkor azok elmennek. Kész. Nincs vele gond. De marad egy csomó olyan ember, aki azt mondja, hogy Vili, küldj már nekem egy olyan linket, ahol csak erről beszéltek. Mert most engem ezek a dolgok már annyira nem, mert tudom, hogy miről beszélsz, de most kifejezetten engem ez érdekel. És akkor küldesz nekem egy linket, beteszlek, és akkor ott csak erről fog beszélni. Megígérem, hogy párkapcsolati dolgokról nem beszél. De most modellez engem le, csinálj te is egy hasonló dolgot. De látjátok, ebben benne van az alázat, hogy én nem mondom, hogy már pedig te fogsz nekem küldeni egy kérést, hogy tegyelek bele a pénzügyi csoportomba. Ezt hívják erőszakmentes kommunikációnak. Az eredmény az, hogy olyan emberek kerülnek be ebbe a csoportba, akiknek tudsz erről már célirányosan megosztani felismeréseket, megmutatod, hogy te hogyan csinálod a pénzt, most tök mindegy, hogy most a portfólióval vagy termékkel, és akik oda bekerülnek, azokból is kell, ugye ebben még csak annyi, hogy egy szűkebb célcsoportnak kommunikálsz, és azokból egy részéből lesz vásárló. Most azokból a vásárlókból, hogy azokat a vásárlókat, és írjátok fel magatoknak, meg kell duplikálni, illetve rá kell venni arra őket, és ez is rossz, hogy rá kell venni arra, őnekik kell főgyulladni, hogy duplikálni kell magukat. És ők is hoznak majd be
a pénzcsoportba embereket, akik elkezdik hallgatni azokat a videókat, és egy része ők vásárlóvá válik, egy része sikeres vásárlóvá válik, ezekkel jó tartalmakat megosztani abba a csoportba, és kialakul először csak egy, aztán kettő, aztán öt, aztán tíz, aztán száz, aztán ezer, aztán 2000 fő nagyon gyorsan. De itt a tartalmaknak nagyon jónak kell lenni. Értitek ezt? Tehát ennek ez a lényege, hogy modellez le embereket, konvertáld át a te üzletedre, a szolgáltatásodra. Nézd meg, hogy A-ból a B-be te hogy jutottál le, őket hogyan tudod segíteni, hogy A-ból a B-be eljussanak, és utána cselekvésre kell buzdítani őket, de úgy, hogy nem megmondod, hogy te meg ezt csináld, meg ezt csináld, meg ezt csináld, hanem te csinálod. Én soha nem fogom azt mondani, hogy regisztrálj be. Itt tudsz beregisztrálni, ha akarsz. Soha nem fogom azt mondani, hogy vegyél mondjuk portfóliós csomagokat, vagy ilyen diszkont csomagokat. Lesz olyan link, ahol rá tudsz kattintani, és ott tudsz venni, de én mutatom azt, hogy én minden nap, vagy minden másnap veszek egy csomagot, azért, mert ezeket elmondom ugye a fő pénzügyi csoportomba, de én nem erőszakollak meg téged, hogy te már pedig ezt csináld, és nem manipulálok téged. Csak én csinálom. Mert én tudom, hogy merre fele megyek. És akkor, hogyha te is ezt csinálod a saját csoportodba, akkor az emberek egy része követni fog, és lehet, hogy csak mondjuk 10 ember lesz, aki beregisztrál az első hónapban, vagy a második hónapban, de azok az emberek, most képzeljétek el, csak egy embert hozzanak be. El tudod képzelni, hogy a nagy számok törvényével mekkora eredményt lehet elérni? És semmi más nem kell csinálnod, csak megtanítani az embereket modellezni másokat, vagy téged. Ezért kell neked a legjobbnak lenni, tehát ezért kell ezt komolyan venni, azért mondom azt, hogy úgy látok olyan kommunikátorokat, hogy hát most kipróbálom 90 napig, ha megy, akkor nem csinálom. Ezt ne próbáld. Ha nem teszel bele spirituszt, ha nem teszel bele mindent, még annál többet is, akkor inkább ne. Ezt nagyon komolyan mondom. Mert a videóból ki fog derülni, hogy hát ez csak így csinálgatod így. Ez olyan, mint hogyha most fölébeszélek mindjárt, hogyha el akarod érni a hölgynél, hogy jó legyen neki, az csak úgy kicsit, hogy hát majd csak jó lesz, mert ez úgy nem fog működni. Tegyél bele mindent. Vagy azt mondja neked egy jó szex után, oh, ez igen, ez a pasi, ez tud valamit. Vagy fordítva, hölgyek, tudjátok, mire gondolok. Tehát ez azért mondom, hogy úgy körülbelül erről szól a dolog, hogy ha te adsz egy tanfolyamot, akkor ott az embereket nyűgözd le. Ezt írd le így magadnak, le kell nyűgözni az embereket. Mert ez a titka sok networkernek, hogy ezért követnek sok olyan sikeres networkert, hogy ő lenyűgözi a csapatát. Értitek? Hogy nyűgözd le. Én ismerek ilyen házatépítőket, szenzációsak, és azt is mondhatom, hogy nagyon-nagyon nagy a közös pont náluk, hogy lenyűgözi a csoportjukat. Nem kinevezi magát, hogy én vagyok a legjobb szponzor, meg én tudok legjobban segíteni, hanem csinálja, ő a legjobb értékesítő, ő a legjobb motivátor. Tehát neked kell jónak lenni először. Ezért mondom, hogy motiváld magad, de piszkosul minden nap. Te nem követheted el azt a hibát, hogy leeresz. Elkövetheted, én is szoktam, csak akkor ez ne látszom. Akkor azt mondod, hogy most itt 2-3 napig pihenek egy kicsit. És ezt kibontod, hogy hát gyerekek, hogy kicsit ugye elfáradtam, most pihenek egy picit, engedjétek meg nekem. És akkor kész, akkor. De ne lássák rajta, hogy úristen, valami gond van, vagy azért, mert neked kell a legjobban föl tudnod volni magadat. És azért mondom nektek, mert én csináltam régebben egy olyan tanfolyamot, hú, ez durva volt, egy 90 napot, amikor nagyon rosszul mentek a dolgok, de minden téren. Tehát így összedőlt, és mondhatnám, hogy akkor most hogy? Hát úgy, hogy
hogy semmi máshoz nem tudtam nyúlni, csak a motivációhoz. Ezért kell komolyan venni Szabó Péter anyagait. Mert hogyha te motivált vagy, akkor egyszerűen magától rendeződnek a dolgok. Minden nap tuningolod magadat. És ezt csak úgy tudod, hogy ugye foglalkozol az egészségeddel, a kapcsolataiddal, próbálsz alázattal, tisztelettel, meg szeretetnél fordulni az emberekhez. És kész, ennyi a történet. Úgyhogy amikor ezzel így készen vagy, tehát így soha nem leszel készen, csak úgy elindultál ezen az úton, jönnek majd az inspirációk, hogy miket, hogy mondjál, de mindig ugye A-ból a B-be hogyan tud a rendszer egy vásárlót ugye produkálni, és folyamatosan a promóciót, hogy rád találjanak, hogy megosszanak téged, hogy a csoporttagokat te is hozd meg például saját oldaladon. Tehát legyen egy ilyen oda-vissza, vice versa, hogy lássák sokan a te anyagaidat. Lássák sokan, hogy te mifele mész, és ugye 80% a szórakoztatás, és 20% az üzleti ajánlat. 20%. És az üzleti ajánlat az olyannak kell lenni, hogy nem megmondom a frankót, hanem én ezt azért találtam, mert ez oldja meg a problémámat. És így fognak majd azonosulni az emberek. Úgyhogy, hát igen, más nézőpontból, és ez az én nézőpontom, mutattam be megint, hogy hogyan lehet a Facebookon egy picit érvényesülni jobban, inkább kommunikációs téren mutattam, de ajánlom, mondom, Gazdag Mami, beütöd YouTube, és ugyanezt a témát, és kiadja, nagyon-nagyon jó hasznos anyagok vannak fönt, nézzétek, szuperek a csajok, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és akkor találkozunk holnap reggel ugyanebben az időben, és arra kérlek benneteket, hogy gyakoroljátok a megosztás művészetét, és promotáltok engem is, osztátok meg a videókat minél több csatornán, hogy terjedjenek. Ez a fizetség, hogyha kérhetem tőletek. Sziasztok, még egyszer, és holnap találkozunk.